ő itt az angyal trombita teletetve volt, benn volt a házba. Így áll most. És most meg fogjuk egy kicsit csipkedni, mert csak sokszorosítani szeretnénk. Szóval ő az angyal trombita, nekem ő a szívügyem, 3 éve próbálkozunk vele. Volt már korábbi videó ezzel kapcsolatban, nem jött össze. Pontosabban gyönyörűen megnőtt, csak éppen nem lett virága. A bimbó elfagyott. Most többet fogunk csinálni belőle, hogy több próbálkozás is legyen ebben az évben, illetve viszünk haza az anyukáknak, illetve anyósoknak. Hogy csináljam? Te mondtad, hogy... Csiped? Szerintem itt. Meg itt. Ilyen hosszú. Aha, hát maradjon. De abban a kicsi cserébe olyan hosszú. Hát jó, maradjon ki. Nem, hát levágunk belőle, csak hogy maradjon két rűt, tudod, szerintem azért. Jó, tehát itt csipjem. Aha, jaja. És akkor ezt az egészet akarod abba ültetni? Igen. De szerintem hosszú. Várja itt a rügy alatt, így középen. De szerintem hosszú. Akkor lecsípünk belőle utána, de ez maradjon meg, az a lényeg. Így átlósan? Jó, persze. Hű, de könnyű volt ezt elcsípni. Tudnám. Na közben megmutatom, hogy ezt fogjuk elültetni. Egy csomó olyan kis rügyecske jött ki rajta, mert a házban nem volt nagyon hideg, szóval nem a pincébe volt, pedig ott kellett volna lennie. Így bírtuk ezt megoldani. Úgyhogy ez egy ilyen 20-30 centis darab, 30 is van ez. Virágföld, köszönöm. És virágföld, bedugom. És virágföld. Ez így nagyon nem oké szerintem, mert ez kicsi így szerintem ez a izé neki. Ez leér az aljáján. Hát figyelj, próbálom megtartja. De leér az aljáig. Nem fog tudni a gyökér, hogy jöjjön ki. Csípjünk akkor? Csípjünk hát, meg. Jó. Ott van a fagyan. Állítólag egy ilyenből, ahány darabra csípkeded, annyiszor le tudod dugványozni a földbe, annyi darab lesz. Na, akkor most kipróbálj. Azért vagyok bátor, csak azt mondja, hogy a rügy alatt. Ugye erre gondolsz. Aha. Ha most a rügy alatt vágom, meg nem sokkal vagyok itt előrébb. Itt ott középen, és azt elültetjük azt. Aha, jaj. Na, az úgy már. És ezt elültetjük ezt. Akkor így már is kettő van. Egyébként ez tényleg igaz, hogy ez így szaporítható, mert tavaly ezt mi próbáltuk, vagy tavaly előtt? Tavaly? Nem tudom. És tényleg a másik is szépen elkezdett nőni, nagyon hamar megkapaszkodott, szóval eszméletlen, viszont ő sem jutott el, sajnos ő is ugyanúgy megfagyott. Tehát mielőtt virágozhatott volna, a probléma az, hogy ugye nem télálló növény, és hát mind a kettőnek ez lett a sorsa, vége. Viszont így meg bemegy a földbe az a kis üzem. Nem baj, bemegy legalább. Az el fog rohadni, nem? Vagy kinő. Na, így nézzük most ki. Szerintem ez így tök cuki. És megy haza anyukánkéknak. Jó lett? Szép? Aranyos? Szerintem igen. Megmarad? Remélem. Na, még na, egyet. Ugyanúgy itt is. Anya. És a másik? Azt ide? Azt majd elültetjük szabad földbe. Itt nyomjad le fel. Így? Egyforma magasan kb. Ja. Jó. Ja, és ami nagyon fontos ennél a növénynél, ez mérgező. Minden része mérgező, szóval nagyon alaposan kell utána kezet mosni, mert nem játék. Tehát ez halál komolyan tényleg veszélyes. Nézd meg, ott van még a kis bimbó. Azt nézd meg. Ha, nem baj. Ezt megmutatom. Ezt nem tudom, látszik-e. Ott az a pici. Az ott egy bimbó. De nem ilyen mostani, valószínűleg ez ilyen elfagyott dolog. Egyen meg a szívét. Na, vágjunk le abból is, mielőtt még sajnáljuk. Így, jó? Jó. Aztán ez megy be a földbe. Ez ilyen meg... kis 20 centiseket, vagy 10 centiseket csináljuk. Ja, ilyen 15. Ez meg megy le itt. De azt valahova dobjuk el, azt is semmi ne veszek kárba. Ebből a növényből semmi nem veszhet kárba. Én ezt annyira imádom, hogy az nem olyan illata van ennek, hogy a, hova? Csak úgy bedugod? Bedugtam. Hát az a darab, amit lecsíptem. Mindig csak úgy bedugja. Ez a mániája, csak úgy bedugni. Na, és akkor van itt az alapja, mutasd. Ez meg megy a szabad földbe. Igen, hát ugyanolyan darabok végül is. Ja. Van itt még egy. Ja, ezt már én meg az le... meg megy a földbe. Kalandoztam közben. Csak azt meglocsolod, akkor lesüllyed, még kell neki. Hozok vizet. Hát majd utána, ha bedugtam. Na, a dugványos zás az így néz ki.
cserép, virágföld, növény. Bedugom. Szóval így most akkor két anyuka, két növény. És akkor most ő segít nekem meglocsolni. És az eredeti növény, ugye, ami ő belőle maradt, az most megy vissza a házba. Megy vissza, és majd kiültetjük később egy kicsit, mert most még lesznek ilyen 3-4 fokok megint. Igen, tehát ennek az egésznek most tulajdonképpen annyi volt az értelme az ajándékon túl, hogy több darabot csináljunk, és több féleképp próbálkozzunk vele, mert a tavalyi, meg tavaly előtti fagyot most végre szárnyaljuk túl, szóval legyen már végre ebből a növényből legalább egy virág, ami ontja az illatát, nagyon lesz. Jó illata van tényleg. Most lesz, mert most van belőle egyből sok. Igen.